Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett a kukorica és a búza felvásárlási ára. A termelők, akik tehették, kivártak a termények eladásával a jobb ár reményében. Hát, hogyha visszanézünk így 30 évre visszamenőleg, ugye azóta sokat változott a klímánk is, ezek a terményárak mostan a megnövekedett árakkal, mind annak a befolyása, hogy a szárasság nem csak nálunk, környező országokban is, Dél-Amerikában is, ugye Észak-Amerikában is a kukorica, a kínai felvásárlás megnövekedett, azok generálják ezeket az árakat. De ezek az árak nincsenek túlfizetve, hogyha azt nézzük, hogy minden repromateriál, üzemanyag elment az elmúlt évtizedekbe. Piacgazdaság ugye a kereslet-kínálat alapjain alapszik. Na most ugye ebben az országban ez úgy működik, hogy a felvásárlás ez önkényes módon is történik bizonyos körökbe, ha azt nézzük. A termelők ki vannak szolgáltatva a felvásárlóknak a kényekedvének, függetlenül attól, hogy most milyen termésünk volt, ők manipulálnak az árakkal. Tehát a termelő az mindig ki van szolgáltatva a felvásárlóknak. Ez mindenképpen pozitív hatással van a gazdáknak a gazdálkodására, úgy mondjam, és hát pozitívabb eredmények elérésére, mert eddig nagyon alacsonyak voltak, rendkívüli mélyponton voltak a terményárak, és az a sajnálatos helyzet, hogy olyan alacsony terményárakból nem tudták a termelők megfelelő befektetésekkel megalapozni az őszi vetést. Például tudjuk, hogy a fémzárolt vetőmag az ajánlott és az a legminőségesebb termést tudja adni, viszont kénzpénzzel ezt nem tudták megvásárolni. Annál is inkább, mert 50-60 pár dinár volt kilója a vetőmag, fémzárolt vetőmagbúzának, holott az nyáron átadott terményért 18 dinárt sem kaptak azért, mert a levonásokat, hogyha megszámoljuk, akkor az csak 17 dinár pár parába jött ki, mert bizony levonások bőven voltak az átadott terményre. Ez még mindig enyhe vigasz, örömmel veszik a termelők, pozitívan lélegeznek fel, viszont ez még mindig nem elég ahhoz, hogy pozitívan tudjanak gazdálkodni. Ennek az áremelkedésnek úgymond, és ennek a mostani árnak legalábbis, még ha tovább nem megy is, hosszadalmasan évekig kellene tartani, hogy a termelők ezt érezzék a gazdaságukban. Sajnos a gépfelújításoknál és egyéb pályázatok megnyerte alkalmával a beruházásoknál igyekvő fiatal termelőknek is kölcsönt kellett felvenni az önrészre. Ez pedig azt jelenti, hogy azt kamatostól kell majd idővel visszafizetni, és a rendkívüli alacsony terményárak mellett ez nagyon nagy nehézséget okozott. Az utóbbi hónapokban, fél évben már látom, hogy csökkent a kapcsolható eszközök és egyéb gépek iránti kereslet, mert kimerültek a gazdák. A szószoros értelmében padlóra kerültek a gazdák. Látom, szépen bevetettek területeket repcével, búzával, őszikalászosokkal, de nagy része padlásról csávázott formában került vetésre, mert képtelenség megfizetni a minőséges vetőmagot, és ez majd jövőre lesz kihatással a hozamra, úgy érzem. Ezeknek az áraknak és ennek az emelkedő tendenciának évekig meg kellene, hogy maradjon, hogy a termelők pozitívan tudjanak gazdálkodni, hogy kicsit fellélegezhessenek, és egy kicsit a saját zsebükből tudjanak gazdálkodni, ne csak kamatra szolgáló bankkölcsönökből. Az elmúlt napokban az Adorjáni Felvásárló Központban a kukorica felvásárlási ára 19,5 dinár körül mozgott, a búza felvásárlási ára pedig minőségtől függően 21 és 23 dináros kilónkénti áron volt. Hát Romániában nagy volt a szárazság, és mindezt még tetézte az, hogy a Romániában lekötött terményekre a román miniszterelnök zárlatot rendelte, ami azt jelentette, hogy nem tudtak kiszállítani Romániából semmilyen kukoricát, és így az ott lekötött mennyiségekre a vevők azok átjöttek ide Szerbiába, és az idén megtörtént az, ami az elmúlt 10-15 évben nem, hogy
Szerbiában mindig Magyarországhoz képest 10-15%-kal lejjebb szokott lenni a felvásárlási ára, az idén pedig ugyanannyi, sőt még volt olyan időszak, amikor nálunk többért is lehetett értékesíteni gabonát, mint Magyarországon. A jelenlegi magasabb terményáraknak több éven keresztül ki kellene tartania, ahhoz, hogy azt a mezőgazdasági termelők meg is érezzék, tehát hogy valóban nyereségesen tudjanak termelni, mondta Bata Erzsébet, a Magyar Kanizsai Gazdakör elnöke.